kedves nézőket, az Hungarian Gameplay videót e-nek a két hónapnak a live bemutatója. Hát sok minden történt megint csak, ám is nem volt annyira eseménydús ez a két hónap, megint lett volt egy klip forgatás, sőt, mi több felkérést kaptunk arra, hogy egy újságnak írjunk havonta egy cikket, és hát most kellett múlt hét csütörtökön, amit meg is írtunk, már hétfőn, és nagyon tetszett a Camelot tulajdonosának, aki adta le ezt a újságnak. Na hát, ebben a újságban három játékról írtunk egy ilyen vázlatszerű véleményt. Ami újdonság a játékiparban, a Diablo 3-ról, ami már egy régóta vált újítása a Diablo részeknek, ami bár nem újított, de nagyon szép grafikával ellátott játék, valamint a Max Payne 3, ami szintén egy nagyon régi játéknak a folytatása, ami szintén nagyon jól sikerült. Ma készítettünk egy tesztet a Rome Total War-ról. Ezt megvehetik a Tesco üzleteiben, és bármi más ilyen elektronikus, játékos boltban. Hát ezt ilyen három pakba vette meg kedves Dave barátunk, aki most az operatőr. A Rome Total War, szóval az alapjátékot, a Barbarian Invasion-t, ami egy kiegészítő a játékhoz, valamint az Alexander-t, ami szintén egy kiegészítő a játékhoz. Na hát, a PIK már feszítésre került, júniusban került feszítésre, nem? Hát nem tudjuk, de már régóta, és még mindig nincsen fent interneten, ami miatt én kifejezetten haragszok a kedves készítőkre, mivel én nem tudtam megnézni a vetítést, ezért meg szerettem volna nézni interneten is, hát erre nem volt lehetőségem. Ebben a klikben, aki nem látta, annak elmondom, hogy a Hulk Hogan Maven nevűen kinektes játékot teszteltük, ami szintén egy nagyon jól sikerült játék. Hát ebben pankrációznunk kell, ugyebár hát most így az előre a terveinket így elmondva, hát azt tervezünk még mindig, hogy lehetne megvalósítani nekünk ezt a nyílt napot, a Hungarian Gameplay videónak, és hát csak arra jutunk, hogy augusztusban lesz ez megtartva, azt még nem tudjuk, hogy mikor, de amint meg tudjuk, kirakjuk a Hungarian Gameplay videos.blog.hu-ra. Ott egyből megtekinthető lesz, szerintem már ebben a hónapban, pár hét múlva, egy-két hét múlva, vagy egy-két héten belül. Dave, te ezzel egyetértesz? Egyetért. Hát, nem is tudom még, hogy milyen játékot tudnánk most itt közeljövőbe letesztelni. Esetleg a Diablo 3-at megpróbáljuk nektek letesztelni. Reméljük, hogy tetszeni fog. És klipforgatásunk is lesz megint. Nem tudom még, hogy mikor, de még azt tudom, hogy mit fogunk letesztelni, azt el sem mondanám. De nem nagyon a poén. Hungarian Gameplay videóznak most készítünk egy logót, és a videók elején ezt a kis bejátszást is hirdetik rá, hogy felfesszük. Intro. Bocsánat, az intro. Igen. Köszönjük megtervezni, ez is felkerül majd a Hungarian Gameplay videóknak. Nem tudjuk, hogy mi az, de már vannak elképzelések volna.
most ugyebár ketten vagyunk a fixatő a hálító régényfélióban. Meg Jack. Én lehet, hogy Dave barátomnál is aktívod. Jó készítő, én ezt voltam ebben az utóbbi időben, de még ígérem, hogy nekem is sikerül majd valami teszteket összekabikálni, ugye bár is nem volt rá időm, és valami... Lehet, hogy megtekinthetőek lesznek cool videók, valamint a Hungarian Gameplay videóknak valami teszint szabad fogjuk összekabikálni. Még nem tudjuk, hogy mennyire fog elhúzódni, de az, hát a maradandó infókkal lesz egybekötve ez az infókkal, ez fog szólni. Szerintem ennyi, el is köszönöm, hogy itt voltam, a Feresúlyi Dév és Tél.